kiváló versenyző tehetségi általános iskolai kategória nyertesek idén. Borsi Attila, a Várdián általános iskolában. A nyíregyházi születésű Kapu Tibor Magyarország négy űrhajós jelöltjének egyike adta át Borsi Attilának a kiváló versenyző tehetségdíjat az általános iskolás kategóriában. A kisvárdai Bári Emil általános iskola diákja az idei és az ezt megelőző tanévekben reál és természettudományi tárgyakban ért el kimagasló eredményeket a különböző vármegyei és országos versenyeken. A kedvenc területeim matematika, fizika és kémia, és konkrét céljaim még nincsenek, viszont mindegyiket művelem, és nagyon szeretem őket. Az Oktatási Hivatal nyíregyházi központjai már 10. alkalommal, de 3 év kihagyást követően rendezte meg a díjátadó eseményt. Olyan általános és középiskolás diákok teljesítményét ismerték el, akik különböző tantárgyi, tudományos, művészeti vagy sportversenyeken értek el kiemelkedő teljesítményt, de díjazták az őket segítő pedagógusokat is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sok tehetséges fiatal van, de nem csak a tehetséges fiatalokról, hanem az őt felkészítő pedagógusokról sem feledkezünk el, illetve arról a szülői háttérről, aki segítést támogatja munkájukat. Én már 10. alkalommal az Oktatási Hivatal lehetőséget biztosít arra, hogy a megyek pedagógusait, illetve nagyon tehetséges az elmúlt években kiváló versenyeredményekkel, legyen ez nemzetközi, országos vagy megyei versenyeredményekkel dicsekedő tanulókat külön díjazásban részesítsük. Kovács Ferenc polgármester nyíregyháza önkormányzata nevében 3 tanulónak adott át külön díjat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal pedig 2 diákot díjazott az eseményen. Román István főispán köszöntőjében azt üzente a vármegye tehetségeinek: akkor válhat munkásságuk később maradandóvá, ha elhivatottsággal és kitartással teszik dolgukat. Kedves fiatalok, arra szeretném felhívni a figyelmüket, a figyelmeteket mindannyiótoknak, hogy a bennetek lévő motiváltság, intelligencia és kreativitás akkor lesz teljesítmény, hogyha mellé nagyon sok munkát hozzáteszünk. Természetesen fontosak bennünket körbevevő szülők, fontos a bennünket körbevevő segítők, pedagógusoknak a köre, de higgyétek el, mindent bennetek dől el. Bennetek kell, hogy eldőljön, hogy szeretnétek-e befektetni azt a munkát, bennetek kell, hogy eldőljön, hogy motivál-e tényleg benneteket az a feladat, amit végeztek, amiben tehetségesek vagytok, és hogyha ez megtörtént, akkor lesz a tehetségből, lesz teljesítmény, olyan teljesítmény, amelyre mindannyian az egész közösség büszkén nézhet föl. A tehetség napi díjátadón a szintén számos művészeti versenyen kiemelkedően teljesítő Kodály Zoltán általános iskola Napsugár gyermekkara adott elő ünnepi műsort.